Egy lakosztály, én számomra ezzel, ha megyünk kirándulni családilag, akkor beülünk mindannyian, és megyünk, ameddig csak tudunk. A hamisítatlan amerikai életérzés elevenedett meg az Egri Várban szombaton. A Candyman Duo Rock'n'Roll koncertjére számos tengeren túli gépjármű relikvia érkezett, az összhatás pedig visszarepítette a Dobó István Vármúzeumba érkezőket az 50-es, 60-as évekbeli Egyesült Államokba. Dóka Tamás például egy 1995-ös évjáratú kisbusszal érkezett. Az autó az családi vállalkozásban, testvérem autó karosszérialakatos, és ilyen autókat javít, újít fel, ennél öregebb autókat, kedilekeket, ilyesmiket, úgyhogy hát innen jött az autó is, hogy hát legyen nekünk is akkor egy ilyen. Az eseményen résztvevők közül már többen is várták az Egri rendezvényt, hiszen 3 év kihagyás után találkoztak újra az amerikai autók és a rock'n'roll szerelmesei a Hevesi vármegye székhelyen. Én idestóval 8 éve csöppentem bele ebbe a kis közösségbe, ami beszippantott, és imádom ezeket a rendezvényeket. Hát ez az Egri buli, ez nekem a 4. vagy 5. buli. Nagyon hiányzott az elmúlt 2-3 év, ami kimaradt, de ez egy annyira színvonalas rendezvény, maga a hotel, a külső helyszínek, ahol megrendezik, hogy hát ezt nem lehet kihagyni, ezt várjuk minden évben. Rész Zoltán szervező elmondása szerint sokan rácsodálkoznak az amerikai autókonvojra, hiszen nem mindennapi látvány. Hozzátette, van olyan résztvevő, aki egy korábbi eseményen ismerte meg ezt az életérzést, és azóta visszatérő vendég az ehhez hasonló bulikon. Ez egy elég kis közösség Magyarországon, hiszen az amerikai 50-es évekről beszélünk, ami a tengeren túl és lassan 60 éve volt népszerű. Magyarországon van egy kis közösség, egy pár ilyen kisebb fesztivállal, ahol szinte ugyanazokat a rétegeket mozgatja meg. Ebből az egyiket szervezünk mi tengerben mindig a párom egy hotel csomagajánlataként, ahol minden évben a Covid miatt kihagytunk pár évet, és most újra megpróbáltuk megszervezni, ami úgy tűnik, hogy jól sikerült. Az esemény a résztvevők elmondása szerint jó hangulatban telt, sokan táncra perdültek és rácsodálkoztak az autókra. A szervezők remélik, hogy jövőre is találkozhatnak újra egymással a 60-as évek Amerikáját kedvelők Egerben.